Márki-Zay Péter elég hamar jelentette, hogy mindenben támogatja Magyar Pétert. Mostanra ez nagyjából konkrét formát is öltött. Ha mindenki Magyarországa mozgalom elnöksége is támogatja, akkor átadja Magyar Péternek a saját lista vezetői helyét az Európai Parlamenti Választási Listán. Ezt mondta Márki-Zay Péter, aki most a vendégünk a stúdióban. Jó estét kívánok, üdvözlöm! Jó estét kívánok, rögtön szeretném mondani, hogy ilyet nem mondtam. De ez egy érdekes fejlemény akkor. Tegnap Bolgár Györggyel beszélgettem a Klubrádióban, és ezt azt hiszem, hogy az Index értelmezte félre, de utána az Index javította tudomásom szerint ezt a nyilatkozatot. Természetesen nem mondtam ilyet, de megkerestük valóban még hetekkel ezelőtt Magyar Pétert, és felajánlottunk neki egy találkozót, ezt ő egyelőre erre még nem válaszolt, tehát én azt látom, hogy a saját útját járja. Abban valóban támogatjuk, hogy akár egy héten belül megbújtatja Orbán Viktort, ez egy nagyon nemes törekvés, és szurkolunk neki. Itt ugye ez egy érdekes helyzet, nyilvánvalóan egész nap figyeljük a híreket, mi egyelőre ezt a cáfolatot egyébként nem láttuk. Uh-huh. Nem meg kell nézni a pontos nyilatkozatot, tehát Bolgár Györgynek mondtam, de nem mondtam ilyet természetesen. Ez nem azt jelenti, hogy nem vagyunk nyitottak arra, hogy együttműködjünk Magyar Péterrel, legfőképpen abban a törekvésében támogatjuk mindentől függetlenül, tehát ez nem függ semmi mástól, hogyha meg tudja buktatni Orbán Viktor rendszerét, akkor ezt maximálisan támogatni fogjuk. Én úgy terveztem a beszélgetésünket mindenképpen, hogy annak ellenére, hogy az Európai Parlamenti listával nyitottunk, hogy ne ezzel kezdjünk, ne részletkérdésekkel, mert ha azzal kezdünk el megint foglalkozni, és azzal indul a beszélgetésünk, hogy a párt listák hogyan alakulnak majd, akkor azt hiszem elveszítjük a nézőinket. Így van, akkor ezt közösen jól látjuk. Úgyhogy azt gondolom, hogy legjobb lesz, hogyha az alapvetésektől indulunk. Mi volt az a szempont, ami miatt ön úgy döntött, hogy nyíltan vállalja Magyar Péter támogatását? Az teljesen egyértelmű egyébként, hogy azonosak az ideológiai gyökereik, úgymond. Tehát ez a jobboldali keresztény értékeknek a vallása, ez teljesen egyértelmű. Másik oldalról viszont ott valamit nagyon sokan mondanak, hogy tulajdonképpen olyan nagyon nagy újdonságot ahhoz képest nem mond, amit akár ön mondott, akár az ellenzék mondott. Tehát akkor miért gondolja úgy, hogy lehet bármilyen esélye? Hát először is azt kell nézni, hogy honnan jött Magyar Péter. Én soha nem voltam benfentes a Fideszben, én egy Fidesz, átlag Fidesz szavazó voltam. Magyar Péter azonban egy miniszternek volt a férje. És ugye az azt jelenti, hogy ő, és egyébként is benfentes fideszes körökben mozgott, a Gulyás Gergelynek egy nagyon jó barátja, mint megtudhattuk. Tehát valaki, aki ennyire a legbelsőbb körben van, neki nagyon sok olyan információja van, ami érthetően nekünk nincs, és soha nem is volt meg. Azon kívül független attól, hogy milyen információ, hiszen eddig, amit elmondott, abban egy ellenzéki tájékozott magyar állampolgárnak nem biztos, hogy túl sok újdonság volt, de nem mindegy, hogy ki mondja ezt. Ha ő mondja, akkor azt gondolom, hogy még egy fideszes szavazó is, jelenlegi fideszes szavazó is el kell, hogy higgye. Hogyha egy miniszternek a férje mondja el, hogy az ő feleségét utasították arra, hogy a kegyelmi kérvényt aláírja, hogy egy minisztert valaki utasítson, arra csak egy valaki képes, az csak Orbán Viktor lehet. Tehát, hogyha igaz, amit Magyar Péter nem mondta ki egyébként Orbán Viktor nevét, csak utalt nem mondta ki, arra, rendkívül tapintatosan nem mondta ki, de még egyszer, tehát az legfontosabb, hogy egy minisztert utasítanak arra, hogy írja alá kérvényt, amivel neki erkölcsi agályai vannak. Én azt gondolom, hogy egy miniszternek egy főnöke van, az a miniszterelnök. Tehát ha igaz, amit Magyar Péter mond, akkor ő bizonyítékot tud arra, ezek szerint, hogy Orbán Viktor utasította Varga Juditot arra, hogy írja alá kegyelmi kérvényt, és ennek óriási jelentősége van. Mellesleg minden más szál is Orbán Viktorhoz vezet ebben a kegyelmi ügyben, ebben a pedofil botrányban. Egy olyan ember, aki Orbán Viktorhoz kötődik, az megúszhatja a pedofiliát is, a pedofil bűncselekményeket is, ebből ez a tanús. Ugye itt most Magyar Péter egyébként, erről is fogunk majd részletesen beszélni, hogy az ügyességen milyen dokumentumokat kíván benyújtani, de ott egyébként ő nem a kegyelmi ügyről beszél, és nem arról, hogy van bizonyítéka arra, hogy a miniszterelnök utasított volna, hanem ő a Schadl-Völner ügyről beszél. De még mindig ugorjunk. Igen? Még annyit, ha megenged nekem, hadd mondjam, ez is egy nagyon sokat mondó mondat, ez is tőle származik, hogyha ő neki a feleségét, aki akkor igazságügyminiszter volt, ő neki erkölcsi aggályai vannak egy döntése kapcsolatban is, erre Orbán Viktor azt mondta, hogy magát nem azért tartjuk, hogy erkölcsi legyenek. Ez megint csak nagyon sokat elárul ennek a bűnbandának a működéséről, amely most Magyarországot túlszelejtette. Ez egyébként, amit ön idézett, ez talán a első vagy a második Partizán interjúból van, azt hiszem, bár már annyi interjú volt, hogy nehéz számon tart. Én tényleg az egy nagyon-nagyon erős mondat volt, amikor állítólagosan Varga Judit morális kifogását fejezte ki egy döntéssel kapcsolatban, és állítólag az hangzott a miniszterelnök szájából, hogy magát nem azért tartjuk, hogy morális kifogásai legyenek. Hogy igazságügy
miniszternek abszolút nem lehetnek morális kifogásai, és azt kell csinálni, amit a miniszterelnök mond, pedofilokat, bűnözőket szabadon engedjen, völnereket nem rúghatott ki, Pegasus lehallgató szoftvereket meg kellett vásárolni és lehallgatni ellenzéki politikusokat, meg újságírókat. Nos, ez rendkívül sokat elárul. Én azt remélem, hogy a fideszesek is, akik látják azt, hogy egy legbelső körös fideszes embernek ilyen belső információ vannak, ezek után nem lehet semmilyen erkölcsi alapja valakinek arra, hogy a Fideszre szavazzon. Ugye jelen pillanatban én azt hiszem, hogy ezek a napok azok, és itt nagyon-nagyon kulminálnak az események, nagyon gyorsan történnek, gyakorlatilag olyan, bocsánat, mint egy sorozat, hogy nem lehet lemaradni egyetlen részről se, és gyakorlatilag óránként valami történik a Facebookon, legalábbis posztoresz szintjén. És itt valószínűleg az a legfontosabb kérdés, most sok más egyéb menet, hogy a hitelességet mennyire tudja megőrizni Magyar Péter. És itt ugye két szál van. Az egyik a családon belüli erőszak, a másik pedig az, hogy... Atombomba. Az atombomba, így van, igen, ezt úgy akartam felvezetni, hogy egy politikus, ha bemond egy nagyot, ha ígér valamit, akkor azzal elő kell állni. Na most nézzük akkor azt, hogy a valóban atombomba tematikában milyen mondásai voltak egymás után pár nap eltéréssel, mutatjuk is. Fogok villantani, és akkor holnap után összedől a rendszer. Én nem játékot játszom, de valamilyen szinten mégis ez egy macska-egér játék. Hát náluk ott van az ügyészség, ott vannak az erőszakszervezetek, ott van a titkosszolgálat, ott van a propaganda, én meg itt vagyok egyedül. Tehát én nagyon örülök, hogy mindenki tőlem várja az atombombát, meg hogy én majd akkor rájuk robbantom. Próbáltam ezt normálisan többször elmondani, mint hogy ne legyen gázáremelés, hogy nem az atombombáktól dől össze a NER. Ez világos, de szerintem senki nem atombombát várt el, nem csak azt, hogy amiket rágításként megteszel, nem, szerintem az atombomba. Ugyanak legyen valami fajta következetessége. Okay. Majd, hogyha valaki az én helyembe ül ebbe a székbe, és neki, szerintem elég sok embernek van atombombája Magyarországon, nagyon sok vállalkozótól kapok megkeresést, hogy milyen ügyek vannak, milyen politikusokkal, és hogy azzal én csináljak valamit. Azt gondolom, hogy legkésőbb azután, amikor átadom a bizonyítékaimat és nyilvánosságra hozom, hogy mik történtek ebben az ügyben, hogy a kormány már több mint fél évvel a gyanúsítás meg kimondása előtt tudott arról, hogy mi zajlik, hogy Völner Pár érintett az ügyben. Ezt ön tudja bizonyítani? Igen. Okirati bizonyítékokkal? Igen. Hogy Völner Pár tudott arról már fél éve, hogy titkos megfigyelés folyik, és kormány figyelmeztette erről, és ők sok mindent tudok bizonyítani. Azt gondolom, hogy innentől vége, és a kormánynak le kell mondania. Miniszteri forrásokra utal. A Völner Sadl ügyben az ön volt felesége volt a miniszter. Így van. Az információim részben tőle, részben Gulyás Gergelytől származnak. És erről önnek okirati bizonyítéka van? Bizonyítékom van. Egy szimpla családi veszekedés volt egyébként, és kiszínezték a rendőrök, hogy már 3 éve is ezzel zsarolhassanak, hogy ezzel tarthassanak nyomás alatt, és most meg elővették jó pillanatban, hogy lejárassanak. Innen is üzenem Rogán Antalnak, hogy nem fog sikerülni, és a helyébe egyébként meg izítanám a private jetnek a motorjait, és esetleg keresnék egy olyan országot, ahonnan nincs kiadatás. A kettő interjú között pontosan 4 nap telt el. Ugye az első interjú március 15-én este készült a Partizánban, a második interjú pedig ma reggel az RTV Start című műsorában. Az elsőben azt állította, hogy ne várják el tőle, hogy ő dobja le az atombombát. Hát ha van atombomba, akkor az az, amit ma reggel elmondott. Ilyenkor a hitelessége mennyire kérdőjeleződik meg, vagy ez majd attól függ, hogy mi történik? Ez kizárólag attól függ, hogy mi fog történni. Őszintén szólva, én nem vagyok olyan optimista, mint Magyar Péter, aki azt gondolja, hogy majd Rogán Antal itt a bizonyítékok hatására egy magánrepülővel elhagyja az országot, mint annak idején Kun Béla az Édes Anna Kosztolányi regényben. Nem hiszem, hogy ez pusztán Magyar Péter szavaira bekövetkezik. Engem sokkal inkább az érdekel, hogy nekünk a pártunknak, a Mindenki Magyarország a Néppártnak is az a mottója most, hogy ébresztő Magyarország, gyertek velünk a tisztesség útján, tehát mi az ébresztésben látjuk a jelentőségét annak, hogy ezt egy belsőkörös fideszes ember mondja. Minden olyan információ, amit ez az ember mond, és rendkívül sokat beszél, de biztos észrevették, hogy rendkívül sokat szivárogtat. Akár csak ön annó, majd erre visszatérünk még. Szóval minden esetre nagyon sokat beszél, úgyhogy abból még nagyon sok minden kiderülhet, azt gondolom, és adja Isten, hogy neki legyenek olyan bizonyítékai, hogy Rogán Antal elmeneküljön. Én meglepődnék ezen, nem hiszem, hogy ilyen könnyen föladná akár Rogán Antal, akár Orbán Viktor. De akkor mitől ennyire bátor Magyar Péter, vagy inkább csak ennyire felháborodott attól, ami egyébként a családon belüli erőszak kapcsán történt, mert ugye utána állt elő ezzel?
Tehát, hogy ez egy zsigeri, elképesztő felháborodás és erőset akar mondani, vagy tényleg van valami olyan a kezében? Hát én úgy látom, hogy lépéskényszerben van amiatt, hogy ugye most már a Fidesz is válaszolgat ezekre. Először lehet, hogy megpróbálták ezt letekerni, majd amikor azt látták, hogy itt nagyon sok ember követőjének szegődött és fellelkesedett ezen. Persze többnyire ezek az emberek ellenzéki szavazók, én azt gondolom legalábbis, de hátha, és minél több fideszes ember is van közte, valamitől az év eleje óta legalább 3%-nyi szavazó a statisztikák szerint is otthagyta a Fideszt. Én azt remélem, hogy Magyar Péter ezt akár, még néhányszor meg fogja többszörözni. Ha lesz még 1 millió kiábrándult fideszes, mint Magyar Péter, akkor össze fog dőlni a rendszer, és ebben van jelentősége Magyar Péter szerepállásának. Igen, ez abszolút érthető, hogy ez egyébként klasszikus, hagyományos baloldali pártok képviselőihez képest ennyiben több egyébként Magyar Péter. Viszont ha az önök, nyilvánvalóan nem véletlenül önt hívtunk, nem csak azért, mert Szegedhez közel van Hódmezővásárhely, ennél azért több oka van. Ugye teljesen egyértelmű a párhuzam. Ez a... Sokan így teszik fel a kérdést, hogy messiás-e Magyar Péter, vagy messiás volt-e ön, erre azt mondta, hogy nem ez a feladat, hogy valaki messiás legyen. Mindenesetre abból a szempontból, hogy tényleg azonos tulajdonképpen a fellépésük, ön nem egy nagy balhé kapcsán lépett fel, de mindenesetre úgy mondom, magányos harcosként. Most van, aki elindul magányos harcosként, és ugye önnél az első önkormányzati választás az egy katartikus siker volt, újságíróként anno egyébként ott voltam azon az éjszakán, és hát én azt láttam, hogy szinte önök lepődtek meg a legjobban, és tényleg valami elképesztő volt azt látni önökön, hogy na, ezt meg lehetett csinálni. Tehát ott volt egy ilyen zéró pont, ami egy hatalmas siker. De ugye Vámmen soha nem lehet csinálni hosszú ideig, tehát ez teljesen egyértelmű, és akkor innentől kezdve kettő út van, az egyik az, amit ön választott, hogy összeállt az ellenzéki pártokkal, mert oly régóta akarták már az ellenzéki szimpatizánsok az összefogást, tudjuk, hogy mi lett a vége. Ehhez képest Magyar Péter deklaráltan kijelenti, hogy ő semmilyen párttal nem hajlandó összefogni, sem a Fidesszel, sem az ellenzékkel. Azt akarom mondani, hogy bár csinálni? Ezt mondaná, de én azért egy kicsit gyanút fogok időnként, mert ő arról beszél, hogy azért egy Orbán nélküli Fidesszel lehet, hogy összefogna. Ezt nem tudom. Én inkább az ellenzékkel fogtam volna össze mindig valóban a Fidesz ellen, illetve a NER ellen. Ez nem azért van, mert nem gondolom, hogy a Fideszben lennének tisztességes emberek, hanem mert ezt a rendszert le kell bontani, és ebben a mi közös érdekeltségünk nyilvánvaló az ellenzékkel van. Azt viszont Magyar Péter jogosan mondta el, és megint csak neki belső is információi vannak erről, hogy az ellenzék jó részét az gyakorlatilag megvette már a Fidesz. Hogy az ellenzék egy jó része az együtt ül és együtt üzletel a Fidesszel. Akkor ön annó az előző választásnál miért állt össze az ellenzéki pártokkal? Mert matematikailag nem láttam rá más lehetőséget, és én magam megtapasztaltam azt a 22-es választás előtt, hogy hogyan szúrtak hátba, hogy hátulról is lőttek, és hogy volt két olyan párt, amelynek a vezetői alig várták, hogy elveszítsük a választást, és abban a pillanatban rám kenjenek minden felelősséget. Hát nyilván a DK és a Jobbiknak a vezetője volt az a két ember, aki már a választás estén is nem vállalva semmilyen felelősséget rögtön én rám hárítottak mindent. Nem lepett meg, mert én ezt már akkor januártól kezdve folyamatosan éreztem, hogy mondjuk a Gyurcsány Ferencnek az volt a fontos, hogy a Grécit visszahozhassa úgy, hogy a Fidesz nem támadja érte. A Szabad Európa leírta azt, hogy már februárban megállapodott Gyurcsány Ferenc Orbán Viktorral, például a Grécinek a visszahozatalában és abban, hogy nem fognak nyerni. Tehát ezt az árulást mi az ellenzék részéről belülről megtapasztaltuk a 22-es kampányban. Ilyen értelemben az, hogy most Magyar Péter, erre is várom majd a bizonyítékait, de önmagában azt a tényt, hogy az ellenzék egy jó része együttműködik a Fidesszel, azt mi is megtapasztaltuk. Jöjjön ki minden több bizonyítékkal erre. Ön, hogy erre mennyire lehet bizonyítékot találni, azt kevésbé tudom, de magát az elvet hangoztatni, és azt mondani, hogy ezt látja mondjuk a tárgyalásoknál, vagy mondjuk azoknál az asztaloknál, ahogy ő fogalmazott, ott ül 3 milliárd forint az asztalnál, és igen. A gazdasági szereplők mellett ott ülnek azok is, akiket ellenzéki politikusoknak gondolunk, és hogy... ha nem is mindegyik ellenzéki politikusnak. De sok ellenzéki politikusnak érdeke ennek a rendszernek a fenntartása, mert úgy
jól elérdegel. Ez nagyon szomorú, ez pontosan így van, és sajnos ezt látjuk. Azt is látjuk egyébként mind a mai napig, hogy amikor egy Jobbik és egy LMP megszavazza a csádi katonai szerepvállást a parlamentbe. A Fidesz, amely azzal nyert, azzal a hazugsággal nyert választási kampányt, hogy mi háborúba küldenénk a magyar fiatalokat, most háborúba küldi a magyar fiatalokat, ráadásul teljesen értelmetlenül és mindenféle nemzetközi szövetségi rendszerbeli igény nélkül Csádba. És ezt van két olyan áruló párt a magyar parlamentben, amelyik ezt megszavazza. Ez engem végtelen fölháborít. Tehát sajnos az ellenzékben igen, vannak árulók, vannak olyanok, akik akár Hódmezővásárhelyen, akár Budapesten elvileg ellenzékiek, és mégis azon dolgoznak, hogy ne az ellenzéki polgármester maradjon ott ezekben a városokban, hanem a Fidesz győzedelmeskedjen. Ne legyen kétsége senkinek, hogy amikor a Jobbik és az LMP ismét véletlen pont ez a két párt, mondjuk ráindul Karácsony Gergelyre egy saját esély nélküli jelöltel, bár nyilván Vitézi Dávidról majd kiderül, hogy hány fideszes szavazatot ugye, tud elvinni. Bocsánat, csak annyi, hogy ahogy Vitézi Dávid ma jelentette be hivatalosan, hogy indul a főpolgármesteri posztért az LMP támogatásával. Így van, és hát az, hogy mennyi fideszest fog elvinni, és mennyi ellenzékét, azt majd meglátjuk. Én nagyon remélem, hogy ellenzékek nem fognak Vitézi Dávidra szavazni, hiszen ő mégiscsak egy fideszes jelölt. Ugyanúgy például Hódmezővásárhelyen is indul. Már most két fideszes jelöltet várunk hamarosan, hogy bejelentik, az egyik már bejelentkezett, és lesznek olyan ellenzéki árulók, akik beállnak mögé, ez természetes. Tehát én azt látom, hogy az ellenzék megtisztulása nélkül valóban nehéz ugyanazt a feladatot elvégezni, amit mi 22-ben vállaltunk. Ellenzék megtisztulása, az mit jelent tulajdonképpen? Magyar Péter szavai is olyanok, hogy azért sok szellemi kapacitás kell ahhoz, hogy értelmezni tudjuk, hogy mire gondol, mert például azt mondja, hogy Gyurcsány Ferenc soha ezt teljesen egyértelmű, tehát ezt teljesen egyértelműen kimondja, ezen nincs mit tovább most gondolni. Most még azt is ki kéne mondja, hogy Lázár Jánossal se. De csak bocsánat, tovább folytatva, azt már, hogy egyébként egy Gyurcsány nélküli DK-val, vagy egy Orbán nélküli Fidesz-szel mondjuk egy kormányalakításnál együttműködne, erre annyira egyértelmű választ még nem kaptunk. Én azt mondom, hogy ezt érthető valóban, tehát hogy pont Gyurcsány Ferenc személye, Orbán Viktor személye zavarja, és hogy ettől független esetleg nélkülük a pártjukkal együttműködne. Én azt gondolom, hogy itt azt a koncepciót nagyon fontos tisztázni, hogy Magyarország nem egy működő demokrácia. Hogy amit most Magyar Péter elképzel, hogy háromharmad van, és ő majd mérleg nyelve lehet az ellenzék és a kormány között egy 26-os választáson, teszem azt. Ezt ugye nagyon nehéz elképzelni a fideszes rendszerben matematikailag. Tehát ugye itt egy egyfordulós választási rendszer van, hogyha az ellenzéket megosztjuk, akkor a Fidesz bőven kétharmadot szerez, hiszen még az ellenzék teljes egyesítésével sem sikerült. Hozzáteszem, tehát például a kutyapárt, ha a kutyapárt nem indul, ahogy ígérték a 22-ben, hogy ahol billegő körzet van, ott nem indítanak jelöltet, elindítottak jelöltet, a kutyapárt indulása nélkül a Fidesznek nem lett volna kétharmada 22-ben, most sem lenne kétharmada. Baranya egy-egy kettő, főn múlik a kétharmada, de most azért ha az egy egész csokorral, tehát Bőszanettől, de mondom, Dunaújváros, Érd, Budakesz, illetve Budaörs, Miskolc, Pécs, stb. Ez rögtön öt olyan körzet, ahol a kutyapárt többszörösét vitte el azoknak a szavazatoknak, amennyivel már az ellenzék nyerni tudott volna. Tehát most csak egy példát mondok erre, de visszatérve az előző gondolatra. Hogy maradjunk még itt, mert tényleg érdekes. Tehát valóban a kétharmadot egyébként okosabb összefogásokkal meg lehetett volna akadályozni, de most ha a nagy összképet nézzük, mindenki ezer éve az összefogásban látta azt, hogy na ez lehet az, ami végre reményt hoz. Nagyon sok embernek reményt is hozott, és hatalmas bukta lett belőle azért. Igen, de nem az összefogás volt a hiba. Az összefogás a szükséges, de nem elégséges feltétele annak, hogy demokratikusan ebben a rendszerben le lehessen váltani Orbánt. Hatházi Ákos és én például azt gondoljuk, szkeptikusak vagyunk, azt gondoljuk, hogy ebben a rendszerben nem lehet leváltani demokratikusan Orbán Viktort, mert nincsenek demokratikus választások. Hogy nekünk előbb a média környezetet kell megváltoztatni, a választási szabályokat kell megváltoztatni. Hogyan? Egy média környezetet, hogy a média törvényt hogyan tudnának változtatni, és ahogy. Ez volt ebben a rendszerben Orbán Viktor nélkül, nem. De ezzel együtt a 80-as Orbán Viktor ellen, hiszen ez egy diktatúra, tehát ezt kell kimondjuk, hogy ez egy puha diktatúra, de mégiscsak egy diktatúra. Nekünk rendszert kell váltani, és akkor van esélye, szabad választáson van esélye leváltani a Fideszt, vagy egy demokratikus választáson remélhetőleg majd kialakul valamilyen parlamenti felállás, mint ahogy 1990-ben kialakult. Nem tudta senki két évvel korábban, hogy ki volt Antal József, nem ismerték. És két év múlva ő lett a miniszterelnök, azért, mert volt egy rendszerváltás. Ma ugyanez a feladatunk. Ebben az Orbán rendszerben nekünk ugyanúgy, ahogy akkor egy ellenzéki kerekasztal
anélkül, hogy ők egymással egyetértettek volna szinte bármiben, de a demokráciában, a szabadságban, a jogállamban egyetértettek. Nekünk ezt kell közösen kiharcolni, ebben jó Magyar Péter, ebben jó Gyurcsány Ferenc, és ebben mindenki jó. A lényeg az, hogy ha Magyarországon egy demokratikus választás lesz végre, és ott mindenki elindulhat, ne adj Isten egy kétfordulós rendszerben, mint ami szerintünk az igazságosabb lenne a Magyarországon, kialakul sok pártrendszerben egy sok párti parlament, és utána majd koalíciót kötnek. Igen, így le lehet váltani, így mindent meg lehet változtatni, így vissza lehet hozni az európai demokratikus jogállamot Magyarországon. Anélkül, hogy a választási feltételeket ne változtassuk meg, anélkül szerintem nem lehet. Na, ha most... azt mondja most, hogy jelen körülmények között ebben a rendszerben demokratikus módon nem lehet leváltani a Fidesz-KDNP kormányt. Ezzel szemben ugye Magyar Péter meg azt sugallja a közönsége felé, hogy ha ti itt vagytok velem, ha jöttök velem, ha segítetek nekem, akkor ezt meg tudjuk csinálni. Tehát én szkeptikus vagyok abban, hogy ezt bárki meg tudja csinálni, Magyar Péter azt gondolja, hogy meg tudja csinálni. Viszonylag rövid idő alatt ki fog derülni, hogy ő egyedül képes-e erre. Hogyha a magyar társadalomnak a 90%-a csak a példakedvéért, 90%-a felsorakozik, akár mögé, akár bármilyen erő mögé, akkor természetesen le lehet. Még a Fidesz rendszerében sem maradhat fönn a Fidesz hatalma, ha mondjuk 90%-a ellene szavaz a választáson. 90% ellen szavaz, egy jelöltre szavaz. Akkor nem. Ha 90% 9 féle jelöltre szavaz, akkor a 10%-kal a Fidesz még mindig megnyerheti a választásokat. Egyes fordulós rendszerben megint csak matematikailag mondom, nem kis túlzással, tehát mondjuk 20%-kal már biztos megnyerhetné. Nekünk az a feladatunk, hogy bármilyen módon váltsuk le ezt a rendszert. Én azt gondolom, hogy azon a Magyar Péterrel összefogva, most azt, hogy milyen szervezeti formában bonyolult belemenni, meg még messzebb is van. Nagyon messze, de ha Magyar Péterrel, akkor róla. Magyar Péterrel. Magyar Péter nem sokat árult el arról, hogy hogyan gondolja, de mi szurkolunk neki, hogy sikerüljön. Magyar nekem Péter nem sikerült, azért, hát ha neki sikerül. A Magyar Péter azért árult el dolgokat arról a különböző interjúkban, hogy ezt hogyan gondolja, és ugye egy rendkívül érdekes helyzet számomra, hogy ön felajánlotta a segítségét számára pár nappal ezelőtt. Majd utána egyébként Magyar Péter egy interjúban gyakorlatilag ezt kizártnak nevezte. Nézzük meg most akkor, hogy ebben a bizonyos interjúban az önnel való együttműködésre, meg egyébként más ellenzéki pártokkal való együttműködésre mit is mondott Magyar Péter. Kizai Péter, aki 2018-tól kezdődően az ellenzéki szintér sztárja volt, ugyanígy hatalmas tömegeket tudott az online nyilvánosságban megfuttatni, adott esetben a fiatalok körében megfuttatni, aztán láttuk, hogy 2022-ben mi történt. Én nem akarok Márki-Zay Péterről beszélni, nyilván ő is megkeresett. Elmondtad, hogy ugyanolyan elérése volt, meg ugyanolyan fiatalt megszólított, meg egyáltalán nem így volt. Tehát én is emlékszem, hogy milyen volt Márki-Zay Péter. Én nem akarok az ellenzéki térféllel játszani. Tehát én nálam, hogy Gyurcsány Ferenccel összefogott előválasztáson. Hát egymást jelöltjeit támogatták. Most mondtam el, hogy nekem semmi közöm nem lesz Gyurcsány Ferenchez. Pontosan tudom, elmondtam itt ebben a stúdió egy hónapja, hogy amíg Gyurcsány Ferenc van, addig Orbán Viktor van. Ezt a játékot játsszák 20 éve. Annyi politikai érzéke nem volt az ellenzéki miniszterelnök jelöltnek, hogy egyébként ne gyurcsányozza össze magát. Hát ez ön, aki összegyurcsányozta magát. Nem én magamat, ezt kommentelők odaírták aranyosan, hogy nem én gyurcsányoztam össze magamat, hanem Orbán Viktor gyurcsányozott össze engem, hiszen... Össze a Gyurcsány Ferenccel formálisan, ez kétségtelen. Így van, tehát egy listán voltunk. Én vagyok az egyetlen, aki az elmúlt nem tudom 20 évben elértem azt, hogy Gyurcsány Ferenc neve nem szerepelt a szavazólapon. Ilyet senki más nem ért el, és egyébként ezt Magyar Péter sem fogja elérni. Az csak nekem sikerült elérni, hogy Gyurcsány Ferenc neve nem volt ott a szavazólapon. Tehát ennyit arról, hogy ki mennyire szolgálta Gyurcsány Ferencet, és mennyire állt össze vele. Én meg tudtam győzni, nagyon nehezen nyelte le Gyurcsány Ferenc, de a kampányban nem vett részt. Ön szerint a választók fejében ez nem úgy volt, hogy jó, bocsánat, az összes ellenzéki párt összeállt, most nyilván nem a múltra akarom már annyira beszélni, a kommunikáció, a Magyar Pétert is össze fogja gyurcsányozni, hogyha lesz egy gyurcsányjel, bocsánat, tehát hogyha lesz egy, ha csak két ember indul a választáson, leegyszerűsítendő a feladatot, Orbán Viktor és Magyar Péter, akkor higgyék el nekem, hogy azzal az irtozatos, százszoros média fölénnyel és anyagi fölénnyel, ami Fidesznek van, Magyar Péter pontosan Gyurcsány Ferenc embere lesz. Erre Rogán Antal képes, erre Orbán Viktor képes, tehát ő pillanatok alatt össze lesz gyurcsányozva ugyanúgy. Nem ez a kérdés, le tudjuk bontani a diktatúrát, vagy nem. Magyar Péternek a valódi szerepe az az, hogy hány fideszes tud fölébreszteni, hány fideszes tud átállítani az Orbán oldalról az ellenzék oldalára. Ez a kérdés, akkor is, ha akarja, akkor is, ha nem. Ha tudja állítani azzal, ami atombombákat ígér, vagy szivárogtatást ígér, vagy az ő fellépésével, akkor ő ennek az országnak használni fog. Ha nem tudja átállítani az ellenzék oldalára, és a Fidesz megmarad ilyen erősnek, akkor nem jött be, akkor ő sem nyert.
Azt hogyan értette, hogy Magyar Péter és Gyurcsány Ferenc embere lesz? Úgy, hogy végül is kénytelen lesz belemenni, olyan összefog... Kénytelen lesz tényleg belemenni egy valamilyen összefogásba, vagy csak a Fidesz tudja majd elítetni szóval, nem ugyanaz? A Fidesz össze fogja gyurcsányozni. Teljesen ugyanaz, mint Soros. Én mitől leszek Soros ember, aki soha nem találkoztam Sorossal? Orbán Viktort milliókkal támogatta Soros, még 2010-ben is fogadta a parlamentbe Orbán Viktor Soros Györgyöt, és mégis az ellenzékben mindenki, bárki, aki csinál valamit az ellenzékben, aki Orbán ellen, az Soros, az azonnal Soros embere. Hát ugyanígy mindenkit össze fognak gyurcsányozni, ez a Fidesznek a csodafegyvere, ha úgy tetszik. Mi ezt egyébként megtapasztaltuk, tehát a Hollik István kijelentette rólam, hogy én nem vagyok Gyurcsány Ferenc embere. Ugye a előválasztás vége előtt Hollik kizárta azt, hogy én megnyerhetem az előválasztást, mert hogy én nem vagyok Gyurcsány embere. És az előválasztást úgyis Gyurcsány embere fogja megnyerni. Én megnyertem nem Gyurcsány embereként, és abban a pillanatban a Fidesz váltott, és onnantól kezdve azt hazudták, hogy én Gyurcsány embere vagyok. Hát ne higgyék azt, hogy ha Magyar Péter lenne Orbán ellenfele, akkor a Fidesz nem állítaná teljes gőzzel azt, hogy Gyurcsány áll mögötte. Azt fogják állítani. De nem ez a kérdés, nem is erről kell beszélgetni. Ezt higgyék el nekem, hogy bárki Orbán ellenfordul, az sorosista, gyurcsányista, LMBTQ propagandista, háborúpárti, migráns betelepítő lesz. Erről beszélünk nem is tudom már hány éve. Ön az elmúlt évek tapasztalatai alapján ugye volt miniszterelnök jelölt, hát az most nyilvánvalóan nem lesz. De nagyon sok tapasztalata van, tehát látta, milyen az ellenzéki összefogás, nagyon sokan láttuk, hogy egyébként tulajdonképpen utólag kiderült, hogy orrba fogva álltak össze egyébként a pártok. Magyar Péternek ön most mit tanácsolna, mert ugye most bárhogy is nézzük a kérdést, tulajdonképpen pofon egyszerű. Vagy összeáll ellenzéki pártokkal, vagy egy one man show van, egy személyes harcot vív, nyilván maga mellé állít embereket, akiket akár el is indíthat mondjuk önkormányzati választáson is, vagy EP választáson is, de ha közülük nincs egyetlen egy olyan politikus se, aki eddig politizált, tehát se ön, se senki más, akkor olyan embereket indít el, akik olyan értelemben fedhetetlenek, hogy a politikával nem sározottak össze, ám nem is értenek a politikához. Tehát mind a kettőben nagy veszély van. Ön melyik útban lát mégis több esélyt? Hát őszintén szóval, hogy valaki értsen a politikához, azt nem javasolnám senkinek, hogy úgymond, hogy ez szempont legyen. Sajnos ma a politika sok esetben hazugságot, lopást, csalást jelent, tehát ehhez jobb az ember nem ért. A politikus nagyon könnyen mond, bocsánat, meggondolatlan dolgokat, amit fel igen. lehet használni ellen, és ezt nagyon jól tudja. Igen, de azt is lehet mondani, hogy például egy Donald Trump, aki millió szempontból negatív példa, de egy szempontból mégiscsak érdekes ember a mi szempontunkból, ő saját magának is köszönheti, és a médiának köszönheti azt, hogy igyekeztek lejáratni, és ennek erről például megnyert egy elnökválasztást a világ legrégebbi, legnagyobb demokráciájában. Tehát azt gondolom, hogy önmagában az, hogy valaki új ember egy a politikában mondjuk, ez nem biztos, hogy hátrány. Azt gondolom, hogy most például Magyar Péter mellett mögött egy óriási kilövelő nagy támogatás van, egy hype, egy fölbuzdulás van. Lehet, hogy kicsit korán ahhoz, hogy egy 26-os választásnál ennek jelentősége legyen, lehet, hogy addigra le fogják járatni. Lehet, hogy addigra le fogják járatni, de nem kizárt, hogy valaki új ember lesz az, aki, sőt, a legnagyobb eséllyel nem a mostani politikusok fogják tudni legyőzni Orbán Viktort, hanem lehet, hogy majd jön egy új ember. Mióta várunk valakit újra? Igen. Én nekem más elképzelésem van, ezt elmondtam. Tehát én, hogyha engem kérdeznek meg, én azt mondom, hogy nekünk mindenkinek ellenzéki kerekasztal van szükség, bojkottálni kell akár a parlamentet, akár a választást is, és ki kell harcolni bármilyen az Európai Unió segítségével, az Európai Parlament segítségével, mindenki Magyarország a néppárt erre ezen dolgozik, hogy az Európai Parlament, az Európai Unió segítségével rávegyük Orbán Viktort arra, hogy demokratikus választás legyen, hogy az ellenzéket is beengedjék a köztévébe, hogy legyen miniszterelnök jelölti vita, hogy ne a kormány hirdetésekkel, hazugságokkal nyerjenek választást, ne lehessen megvenni a szavazatokat, legyen tisztességes választás Magyarországon. Tehát a feltételeket meg kell változtatni. Ezek nagyon szép célok, minden ellenzéki, minden tisztességes ember pontosabban, még a fideszesek is, bojkottálják Orbán rendszerét, mindaddig, amíg nem hajlandó kiállni egy vitára, amíg nem hajlandó beengedni az ellenzéket a köztévébe például, és amíg nem hajlandó a hazugságot befejezni az ellenzékről, ha ezt el tudjuk érni, akkor meg tudjuk dönteni ezt a rendszert. De látja, hogy nem bojkottálja az ellenzék, tehát ugyanúgy bejárnak a parlamentbe. Az árulók nem fogják bojkottálni, nagyon sok pénzt ad nekik Orbán azért, hogy ne bojkottálják soha a parlamentet, ne bojkottálják a választást. Az ellenzéknek fölül kell emelkedni azokon a százmilliókon és milliárdokon, amit a Fidesz ad nekik, azért, hogy beüljenek a parlamentbe,
és együtt, hogyha bojkottálják, akkor ki tudják követelni azt, hogy legyen tisztességes választás Magyarországon, és az ellenzék ezt csak akkor fogja megtenni. Most egyelőre ott van, hogy Orbán sok pénzt ad nekik, és nincs a másik oldal semmi. Ha az emberek együtt kikényszerítik ezt, akkor meg fogják tenni. Az összefogást, amit én valóban én voltam annak a megtestesítője, azt lehet mondani. De nagyon sokan hittek is benne, legyen, senki nem hittem, gondolta, hogy ez lesz a vége. Benne, hogy ez csak összefogással lehet, és még egyszer mondom, ezt nem cáfolta azóta se senki. Összefogás nélkül még rosszabb eredmény lett volna. De azt az összefogást, azt a pártok nem akarták. Legalábbis egy jó része a pártoknak nem akarta. A pártok egy része az kényszerből ment bele, kényszerből, a tömeg tudjuk. Nyomására, a szavazók nyomására ment bele. Most is azt gondolom, hogy az egyetlen dolog, ami ezeket a párt sok esetben árulókat, csak egy valami tudja rávenni arra, hogy tényleg a haza érdekében együttműködjenek és megbuktatassák a rendszert, ez pedig a szavazóknak a nyomása. És a szavazóknak igen jól teszi. De... ha az árulókat kidobják a rendszerből, ha nem szavaznak az árulókat, akik Miskolcon elindulnak Veres Pál ellen például, és magukat ellenzének. Ha a DK elindul és elindítja Hegedűs Andréát Veres Pál ellen, előválasztás nélkül, egyezkedés, összefogás nélkül, a Fidesz érdekében meg akarják buktatni Miskolc ellenzéki polgármesterét, akkor én mindenkit arra kérek, hogy se az LMP-re, se a DK-ra, akik ezt az árulást elkövetik, ne szavazzon senki ellenzéki szavazó. Akik csátba küldenek magyar katonákat, LMP Jobbik, azokra egyetlen egy ellenzéki szavazó ne szavazzon. És ha ezt érezni fogják a pártok, akkor nem mernek többé a haza ellen szavazni, nem mernek többé a haza ellen lépni. Egy választó azt látja, hogy az ellenzéki pártok ezt a torzsalkodást lassan 10 éve nem tudják befejezni. Amíg a szavazók ezt írik. Nyilvánvalóan ezért voltak kint most teljesen mindegy 20-30 ezre Magyar Péternek a március 15-i megemlékezésén. 50 ezer. Vagy akár, tehát ugye teljesen messze számokat hallunk mindig, mert egész egyszerűen úgy vannak vele, és elnézést kérek öntön, de meglátnak egy ellenzéki politikust, aki már 10 éve lett, hogy ön még annyi nem, de a legtöbben 10 vagy akár 15 éve mondják azt, hogy össze kell fogni, és demokratikus helyzetet kell teremteni, hogy leváltható legyen az Orbán kormány, mert ebben a helyzetben nem leváltható. Tehát magyarul ez azt jelenti, hogy bebetonozzák a jelenlegi rendszert. De nem azok, akik azt mondják, hogy ebben a helyzetben nem leváltható, hanem azok, akik azt hazudják, hogy Magyarországon demokrácia van, és majd ők egy egypárti árnyékkormánnyal, egy egypárti programmal, majd ők leváltják Orbán rendszerét. Ki az, aki elhiszi mondjuk Gyurcsány Ferencnek, hogy legkésőbb 26-ban Dobrev Klára lesz a miniszterelnök? Ha nem változtatjuk meg a rendszert, mitől lenne Dobrev Klára a miniszterelnök, könyörgöm? Tehát amíg ilyen hazugságból vetetjük a választókat, addig nem lesz változás. Ilyen értelemben nagyon sokan azért reménykednek a Magyar Péterben, mert ő valami új ötlettel próbálkozik, és most már sokan azt mondják, hogy elnézést, de legalább próbálkozik, legalább valami olyan hiteles ötlete van, mert meglátjuk, hogy mennyire hiteles persze. De szurkolunk annak, hogy valaki döntse meg ezt a rendszert. Aki 20 éve nem tudja megdönteni, aki annak idején Polt Pétert nevezte ki, Gyurcsány Ferenc ezt tette, a fideszes Polt Péternek megerősítette a legfőbb ügyészségi munkáját és az ottani árulását, ha úgy tetszik. Nem számoltatták el egymást, orosz képeket engedtek be a magyar hatóságok épületeibe, és nem sorolom fel. Azoktól nyilvánvalóan nem várjuk azt, hogy elszámoltassák majd a Fideszt, de nekünk olyan kell, egy olyan rendszerváltás kell, ahol a bűnözők börtönbe mennek, ahol lesz elszámoltatás. Ehhez pedig egy demokratikus változás kell, ha úgy tetszik, egy vértlen forradalom, nekünk arra egy rendszerváltásra van szükség, és ebbe kell mindenkinek együttműködni. Bárki, aki ebbe az irányba tolja a magyar rendszert, az számíthat az én támogatásomra, és számíthat a mindenki Magyarország a néppártnak a támogatására is. Még utolsó kérdésként, tehát nagyon-nagyon leegyszerűsítve a kérdést, ha Magyar Péter továbbra is tartja magát ahhoz, és eléggé úgy tűnik ebben határozott, hogy semmilyen ellenzéki párttal nem működik együtt ön, akkor azt mondja, hogy jó, akkor próbáljuk meg most inkább azt, hogy Magyar Péter mondjuk idézőjelben egy személyben lehet, hogy több ember tud maga mellé állítani, és akkor fel kell sorakozni mögé, bár mondjuk lehet, hogy például az ön támogatását el se fogadná egyébként. Azért nem fogadja el, de én akkor is támogatom, hogy ezt ebből nem kér. Tehát nekem nincsen feltételem. Én soha nem kérdeztem meg azt, hogy valaki, aki Orbán ellen küzd, kérje az én támogatásomat, vagy nem, meg fogja kapni a támogatásomat. Aki ezt a rendszert megdönti, meg fogja kapni a támogatásomat. Nagyon köszönöm, hogy itt volt, fogunk még beszélni, és nyilvánvalóan például holnap ugye az ügyészségre megy Magyar Péter, úgyhogy lesz téma bőven. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt, viszont hát köszönöm. Köszönöm.